Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont vezető munkatársa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan segítsen nekem, ez a ma reggel, ez nem az én napom. Szegeden feltűnt egy új csillag. Hát csillagnak nem éppen nevezném. Azt mondom, hogy a második világháború borzalmainak kettes számú szereplője. Ugye van már egy jelentkező, most már ketten is vannak. Látom, hogy a különböző összefogáspártiak együtt fényképezkednek vele, együtt osztogatják a röplapokat, aláírást gyűjtenek. Mi lesz ennek a vége? Nagyon nehéz kérdés, amikor olyan jelöltek tűnnek fel az összefogás színeiben, vagy akár csak az összefogás farvizén, akiknek azért még emlékszünk a vállalhatatlan kijelentéseire és a történelem sötét pontjaira, történő utalásaira. Sajnos azt látom, hogy a politikai logika a bal oldalon nagyon sok mindent felülír. Az egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy mennyire. Tehát, hogy mennyire állnak ki egy-egy ilyen jelölt mellett, aki nem is olyan rég még olyan kijelentéseket tett, amilyeneket tett. Nem más, hanem az összefogás elnöke, a volt miniszterelnök ölelgette, és együtt osztották ott a beszélgető partnerekkel az észt. Ez engem aggaszt. Azt gondolom, hogy ez sokakat aggaszt Magyarországon. Úgy látszik, hogy az ellenzéki oldalon nem mindenkit, mert valamiért azt látni, vagy én azt gondolom, hogy a politikai hasznosság szempontját olyan szinten felé rakták minden egyéb kérdésnek, amiben az ilyen jellegű kérdéseket másodlagosnak vagy harmadlagosnak gondolják, vagy vélik, még akkor is, hogyha ez nagyon sok embert aggaszt, és nagyon sok embert, uram, bocsánat, félelemmel tölt. De segítsen nekem megérteni, hogyha a genetikai selejtnek nevezik a homoszexuálisokat, a cigányokat jobban tették volna, ha meg nem születtek, idézett. A zsidókról mondott mondatait már nem is idézem, mert attól aztán már teljesen totálkáros vagyok. Ki az az idióta elemző, aki feltételezi, vagy szaktanácsadó, hogy ezekkel a beszólásokkal, amik nem csak a történelem folyamán előfordultak vele, hanem ma is ugyanezt az elvet vallja, tehát semmi bocsánat, semmi félreértés, ő ma is ezt vallja. Hogy lehet ezzel ma teret nyerni 2021-ben Magyarországon? Két dolgot tennék hozzá, vagy két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy szerintem itt nem elemzők és tanácsadók döntötték el ezt a kérdést. Valószínűleg, hogyha elemzők és tanácsadók döntik el, akkor nincsenek ilyen jelöltek, hanem az összefogás pártjain belül a politikusok. És itt fontos hangsúlyozni, hogy politikusokról van szó. De egy politikus nem lehet ennyire önmaga ellensége, majdnem azt mondtam, hogy ennyire hülye. Attól függ, hogy melyik politikust nézzük, hiszen hogyha a Jobbikról beszélünk, amelyik megkapott... De nem megkapott... a náci párt megújulásának a rajtjánál vagyunk. Ez egyértelmű. Hogyha a Jobbikról beszélünk, amelyik megkapott bizonyos vidéki körzeteket, akkor ők azt mondták, hogy mi ezeket a jelölteket állítjuk, pont. És ti álljatok be mögé, és kampányoljatok vele. És látjuk, hogy a Gyurcsány Ferenctől nagyon sok emberen keresztül kampányolnak ezekkel az emberekkel. Ha viszont az összefogás egészét nézzük, és mondjuk a példának okáért, hogyha Gyurcsány Ferencet nézzük, neki azért nem feltétlenül rossz az, hogy olyan jelöltek vannak az összefogáson belül, nem az ő pártjában, de az összefogáson belül, akik borítékolhatóan rosszáízt vagy félelmet keltenek emberekben, mert ezek a jelöltek jó eséllyel veszíteni fognak. Tehát az ő összefogáson belüli ellenzékét gyengíti, mert Gyurcsány Ferenc azért lássuk tisztán, képes a többi ellenzéki pártól eltérően 2022 utánra is gondolni. Többi ellenzéki párt jelenleg szerintem nincs ebben a helyzetben. Jó, ezt én mind értem, de a magyar törvények értelmében az Orbán kormány kihirdette a zéró toleranciát. Na most, hogyha ez egy kampány, egy választási kampány, vagy előkampány, vagy hívjuk, aminek akarjuk, keretében történik, akkor ez szabad? Akkor ezt a törvény nem bünteti? Vagy azért, mert demokrácia van, ami jelen esetben, ebben az esetben már kicsit anarchisztikusnak történik, tűnik nekem, akkor lehet?
azt látjuk, hogy egy demokráciában, hogy sajnos vagy nem sajnos, ez egy másik beszélgetés téma jelent, egy demokráciában nagyon sok minden belefér. Nyilván a szólásszabadságba emberek élete is belefér? Attól függ, kinek a véleményét kérdezzük. Szerintem nem. Az önét kérdezik. Szerintem nem. Azok szerint, a politikusok szerint, akik benne vannak ebben az összefogásban, ők azt gondolják, hogy kicsit tágabb ez a kör, és nagyon sok mindent, múltbeli cselekedetet, tettet, mondatot el lehet nézni, el lehet kendőzni a remélt hatalom érdekében. Azért ne legyenek illúzióink egy pillanatig se, ezek az emberek nem szeretik egymást, ezek az emberek nem kedvelik egymást. Gyurcsány Ferenc nem a szeretetből állott emellett a jelölt mellett Szegeden és osztogatja a röplapokat, hanem azért állott, hogy az Orbán kormányt menesszék, és 2022-től egy olyan kormány legyen, de amit kvázi minden áron? Minden áron. Tehát itt azért azt látni kell, hogy 2010-ben azt gondolhatták ezek a pártok, ugye DK akkor még nem létezett, de a többi ellenzéki párt, amik akkor létezett, jó rendben nyert az Orbán kormány 2/3, majd 2014-ben. 2014-ben azt mondták, jó, majd 2018-ban, viszont 2018 után azt látjuk, hogy ez már a végső kétségbeesés. Tehát olyan embereket kell beemelniük az összefogásba, olyan pártokat kell beemelniük az összefogásba, akikkel nem is olyan nagyon-nagyon régen, hát emlékezzünk DK-s, MSZP-s, vagy bármilyen egyéb politikusoknak a múltbeli mondataira, nem távoli múlt, közelmúlt. Olyan mondatokat mondtak a Jobbikról, hogy velük soha, ővelük soha nem állnak össze, a nácikkal nem lehet közösséget vállalni, és a többi, és a többi, és most látjuk, hogy itt kezdődik a veszélyes. Én meg annyit emlegettem ezt nekik, meg érdeklődtem a gerincoszlopuk iránt, hogy végül is engem helyeztek embargó alá, mert nem bírják ezt a kritikát hallani. Az érdekes viszont az, hogy nem a vezérük mondja ezt, aki érdekes módon azért megpróbálja magára fölhívni a figyelmet egyéb társadalmi problémákkal és egy különleges stílussal, de mégsem egy náci felütéssel. Ugye azért a Jobbik az egy speciális párt ebből a szempontból, mert bár megpróbált, már az előző, meg az azt megelőző elnök alatt is megpróbáltak ők néppártosodni, megpróbáltak ide-oda tolódni a politikai palettán, de azért a középréteget, akik a párt közepén állnak, meg akik a párt helyi emberei, őket azért nem tudják csak úgy cserélgetni, mert nem feltétlenül egy olyan valaha radikálisnak induló párt, mint a Jobbik, annak a helyi emberei nem csereszabatosak. Oké, ezt majdnem értem. Azt viszont nem értem, hogy Európa kellős közepén vagyunk. Mindenkinek mindenről véleménye van. Hol van ez a melegszívű Európa, aki annyira aggódik értünk, ezért miért nem emelik fel a hangjukat? Tehát nem azt kérdezem, hogy egy bizonyos rádióért Európa zokog, az én tévémért, az én blokkádomért, nobody, azért maximum egy francia, vagy egy német, vagy Isten nagy, egy fideszes, vagy egy KDNP-s képviselő, illetve az ellenzéki összefogásban vannak tisztességes emberek, akik a blokád ellenére bejönnek, de nem azok zokognak. Hol van Európa most? Ők most miért nem emelik föl a hangjukat? A Nyugat-Európából nézve azért nem csak ebben az esetben, több esetben látunk egy nagyon erős kettős mércét. Ugye erre azt mondják, az Európai Unióban, ez egy belügy, kérem, nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább haladni, nekünk itt nincs ez mitől van. Belügy, és a többi miért nem belügy? Hát igen, ez az. Tehát, hogy azok a problémák, vagy azok a kérdéskörök, lásd például most... Ezekkel az eszmékkel, ha győzni fognak, és ezeket az eszméket olyan emberek támogatják, akik Brüsszelbe együtt ülnek velük, akkor hogy a francba lehet ez, a kutya úristenit? Tehát akkor a magyar kisebbség vére az... Néha préda, de ha valami másról van szó, ami esetleg őket érdekli, akkor mi vagyunk a legfontosabbak? Egész pontosan. Tehát, hogyha olyan kérdés van, amiről ők azt gondolják, hogy azt európai szintre kell emelni, lásd most az LMBTQ kérdés, akkor minden fórumon mindenki megszólal, hogyha valami olyan kérdés van, ami Magyarországon belül egyébként nagyon sok embert rossz emlékkel, rossz gondolatokkal vagy félelemmel tölt el, de azt ők nem feltétlenül gondolják európai problémának. Lásd olyan jelöltek megjelenése az összefogáson belül, akiknek nem igazán vállalható mondatai voltak az elmúlt időszakokban, akkor azt lesöprik azzal az egy egyszerű mondattal, hogy ja, hát kérem, ez az adott tagállamnak a belügye, ez egy választási rendszerbeli kérdés, nekünk ehhez nincs mit hozzátennünk. Ez nem jó így. De ezt látjuk Európából. Hogy vannak kérdések, amikkel foglalkoznak, amikre azt mondják Brüsszelben, hogy ezek fontosak, ezek európai ügyek, és vannak, amikre azt mondják, hogy hát nekünk ezzel nincs tennivalónk. Ugorjunk egyet a történelembe. A napjainkban újból élvezem az egyik
tévétársaságnak a sorozatát, itt kvázi konkrétum a koronáról beszélek, amikor még látom, hogy a királyi ház, a korona mindent megtesz, hogy a franciák támogassák a közös piacra való fölvételét Angliának. De ott sem lehetett ilyesmiket tenni. Ott a mindenféle ilyen és hasonló mozdulatot akár kapásból kizártak, úgy Franciaországból, mondjuk nem Le Penre gondolok, vagy Angliából a pártból, mint legutoljára a munkáspártból Angliába. Igen, azért voltak régebben a bizonyos önreflexiók ezekben az országokban, akik azt mondták, amelyeknek a politikusai azt mondták, hogy bizonyos emberekkel, bizonyos eszméket valló emberekkel nem fogunk össze, még a hatalom érdekében sem, még akkor sem, hogyha végső kétségbeesésben vagyunk, és nincs más lehetőség. Ezek az önreflexiók, és itt most nagyon jó példa az összefogás, Magyarországon ezek eltűntek. Mert az az elképzelés, az a mondás, hogy nincs az ár, ami drága azért, hogy itt hatalomváltás legyen. És ez egy nagyon, bocsánat, csak még egy gondolat, hogy ez egy nagyon messzire mutató kérdés, hogy ha ennyire a végső kétségbeesésben van egy összefogás, hogy már ilyen emberekkel is összefognak, akkor annak mi lehet a következménye, hogyha a választók úgy akarják, hogy ez a koalíció, ez hatalomra kerül. Hogyan fognak megegyezni bizonyos dolgokról, amikor tényleg a politikai paletta a szélső jobbtól a radikális baloldalig minden van. Hogyan fognak ők kormányozni? Ugye ez de holnap, kérdés, ha ők hatalomra kerülnek, akkor ezeket az eszméket azt mondják, hogy na most felejtsék el, kidobjuk őket a kukába? Ezeket az eszméket nem fogják tudni azok az emberek elfelejteni, akik képviselik ezeket az eszméket. És hogyha olyan emberek, akik képviselik ezeket az eszméket, bejutnak az országgyűlésbe, akkor ők ezt az országgyűlésben is nyilvánvalóan hangoztatni fogják. Hát egy ember eszméjét, egy ember gondolkodásmódját nem lehet egy választás napján vagy egy választás éjszakáján kikapcsolni, aztán bekapcsolni, hogy ma ezt mondtam, holnap már országgyűlési képviselő vagyok, ja, akkor ma mást mondok. Na de ön egy közvéleménykutató. Ön szerint az emberek agyát át lehet programozni? Vagy az emberek erre nem figyelnek oda, és ennek ellenére hajlandók azt a papírt beletenni abba a ládába? Azt látjuk. Vagy ez már olyan távol áll tőlük? Hosszú hónapok óta, hogy alapvetően ez a cél. Tehát az a célja az ellenzéki összefogásnak, hogy az ő szavazóik, azok ne gondolkozzanak azon, hogy ez a jelölt most MSZP-s, ez a jelölt most DK-s, ez a jelölt most Jobbikos, hanem megszülessen egyfajta ellenzéki szavazó. Látjuk egyébként, hogy létezik az ellenzéki szavazó, látjuk a számokból, látjuk a kutatásokból, tehát van az az ember, aki ezen nem gondolkozik, viszont az egy nagyon érdekes kérdés, hogy például a Jobbikból, de például az MSZP-ből is vannak lemorzsolódó szavazók, akik valamikor a Jobbik szavazók voltak, MSZP szavazók voltak, és a többi, de hogy van az a fajta gondolkodás, hogy na erre a masszára, erre már nem. Nyilván vannak olyan emberek, akik nem gondolkoznak ezen túl sokat, hanem azt mondják, hogy ők nem kedvelik az Orbán kormányt, ők az Orbán kormány ellen akarnak szavazni, teljesen mindegy, hogy kire, teljesen mindegy, hogy az illető mit mondott egy évvel ezelőtt, de vannak olyan emberek, akik ezt tovább gondolják. Na de ha a kosárba penész van, akkor a többi gyümölcs is meg fog rohadni. Ez így van, csak a választópolgárok ezen nem feltétlenül gondolkodnak, akkor, amikor protest szavazatot akarnak leadni, amikor valaki ellen akarnak szavazni. Egyesült Államok elnökválasztás nem is olyan régen. A Joe Bidenre szavazók nem kis része, nem Joe Biden szavazott, hanem Donald Trump ellen szavazott. És ők nem gondolkoztak azon, hogy hát jó, Joe Biden egy öreg bácsika, aki majd jól elvezeti az országot, de hogy mit hoz magával? Hogy magával hoz egy Kamala Harris-t, hogy magával hoz egy radikális liberalizmust, hogy magával hoz olyan döntéseket, amik megtiltják a vallásos orvosoknak azt, hogy a vallásukra hivatkozva azt mondják, hogy ők nem végeznek el nem átalakító műtéteket, és kötelezővé teszik ezeknek az embereknek. Nem gondolkoztak azon, hogy mik lesznek azok a kapcsolt témák, amiket hoz magával ez az úr. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kár, hogy ilyen rövid a reggeli beszélgetésre szánt időnk, visszavárjuk. Következő vendégünk Boros Péterné, az MKKS vezetője. Megnézzük, hogy az érdekképviseletek mit gondolnak a virágról. Tartsanak velünk!